Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a szándéka? Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás megtisztulás számára. Kedves megtisztulás, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én kezdeném az asztrológiával az indiai számítás szerint. Az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot, ezért ne csodálkozz azon, ha lesz itt egy különbség, de az indiai számítást én egy nagyon precíz számításnak tartok. Először a te horoszkópodat nézzük meg. Te a bak jegyében születtél. A bak jegyében mozog jelen pillanatban Szaturnusz bolygó, nem csak az idén, hanem jövőre is. Szaturnusz bolygó az a sorsoknak a bolygója, és őrzi a kármikus témákat. Gyakran megleckésztet bennünket, előfordulhat, különösen az első életszakaszban, hogy szigorú, viszont a második életszakaszban segít nekünk abban, hogy valami kialakuljon az életünkben, és meglegyen ez a biztonság érzete. A bak jegye az a föld eleméhez tartozik, tehát itt realizálódik valami. Ez a tettekre utal, de kell, hogy legyenek céljaid, az is, hogy ne add fel a céljaidat. A holdad az a határon van a bika jegye és az ikrek jegye között. Még a bika jegyében, de közel áll az ikrek jegyéhez, te ismered mindkét oldalt, és ezt éled is. Vannak napok vagy hetek, amikor a bika jegye hat, akkor olyan kényelmes vagy, élvezed az életet, kell ez a nyugalom. Aztán vannak olyan napok, amikor az ikrek jegyét érzed, és szeretnéd, ha sok minden történne, körülötted itt van mozgás. Te ügyelj a levegő elemére is, a könnyűségre, meg a kommunikációra is. A holdad a Mruga holdházban található. Ez a holdház Orion csillagkép hatása alatt áll. A klasszikus görög mitológiában ez az Orion, ez egy égi vadász, és keres mindig egy új utat, vagy vadászik valami után. Ezt érzed te is, hogy gyakran olyan belső nyugtalanság van, és arra gondolsz, kell, hogy valami történjen az életemben, vagy kell valami más, de nem tudod az irányt. És neked kell egy irány, mert ennek az Orionnak van két kutyája, a nagy kutya csillagképpen található Sirius csillag, az a legfényesebb csillag az égen, és olyan, mint egy gyémánt. Ott van kisugárzás, és mutat egy irányt, mégpedig az égi sarki csillagot, ami a kis medve csillagképpen van, és mindig látható, tehát segít abban, hogy tudjunk irányt változtatni, vagy legyen egy irány az életünkben, és számodra ez nagyon fontos. Én mondhatnám azt is, hogy legyenek konkrét céljaid, vagy te tekints abba az irányba, amelyik úton te járni szeretnél. Akkor megvan ez a belső egyensúly, és ez lelkesít téged. A te horoszkópodban van egy úgynevezett Plutó-Mars konjunkción.
ez nagyon erős, ez hatalom, ezt érzed is, hogy mindent el tudsz érni az életedben, mert ez mutatja az erőt. Mars bolygó, az hat a külsőre, tehát tudod magadat védeni, meg tudod azt valósítani, amit szeretnél, megvan hozzá az erőd, és Plutó bolygó mutatja a belső erőt. Mindkettő hat nálad, és mindkét bolygó mutatja ezt a külső és ezt a belső erőt. Persze, Plutónál vannak más témák is, hogy uralkodj magad felett, a gondolataid felett, az érzelmeid felett, és tudjad azt élni, amit szeretnél, mert uralkodsz az életed felett. Azon kívül Plutó kihat a testi kapcsolatra is. Ez a Mars és Plutó kapcsolat, ez egy úgynevezett konjunkció, és ez azt jelenti, hogy ők mindig együtt hatnak. Nem lehet őket elválasztani, de hasonló az eszenciájuk, ezért segít neked. Ez a Plutó-Mars kapcsolat egy jó összekötetésben áll Merkur bolygóval is, tehát azt ki tudod fejezni, amit mondani akarsz, és mutatja azt, hogy te bátor vagy. Te ki tudod ezt szavakban fejezni. A probléma csupán az, hogy ez a mérleg jegyében van. Nem a Merkur bolygó, hanem a Mars és a Plutó bolygó a mérleg jegyében. Plutó és Mars az gyorsan reagál valamire. Gyakran meggondolatlanul előfordulhat, és a mérleg jegyében ez nem túl előnyös, mert a mérleg az először mérlegelni akar valamit. És nem hoz döntéseket gyorsan, nem cselekszik meggondolatlanul. Ez nem a mérleg jegyére vonatkozik, viszont ott van a Mars energia, és ezt te gyakran így átéled, és amikor kimondtad azt, vagy tettél valamit, amit te később megbánsz, akkor ez kihat az érzelmeidre, mert vannak álmatlan éjszakáid, vagy sokat töprengesz ezen, vagy bocsánatot kérsz azért, amit tettél, vagy mondtál. És miért? Mert a mérleg jegye hat, és a mérleg jegye szereti a harmonikus kapcsolatokat, a nyugalmat. A te horoszkópodban a Jupiter bolygó és Neptun bolygó együtt hat, mert ők is egy úgynevezett konjunkciót képeznek. Nem tudod elválasztani. Ennek lehet egy kellemes hatása, mert Jupiter bolygó szerencsét hoz, és Neptun bolygó mutatja az álmokat. Te meg tudod az álmaidat valósítani, ha hiszel benne, és ha hiszel önmagadban. Neptun bolygó az a művészeknek a bolygója, mert Neptun bolygó hatása alatt érezzük ezt az inspirációt. És mivel nálad a mérleg jegyében található Plutó és Mars szintén a művészi irányra utal a mérleg jegye, tehát megvan nálad a lehetőség, hogy ezt mint egy hivatást éljed egy művészi területen. De visszatérve erre a Jupiter és Neptun kapcsolatra, Neptunnál gyakran minden olyan átláthatatlan, és Jupiter bolygó ezt megnagyobbítja. Gyakran van itt igazságtalanságokról szó, Neptun bolygó hatása alatt az is előfordulhat, hogy mások
közölnek veled valamit, először minden olyan álom szépnek tűnik, és te hiszel ebben, és később kiderül, hogy ez nem a valóság volt. Tehát kell, hogy vigyázz a kapcsolataidra, és ha csalódásokról van szó, Jupiter bolygó segít neked abban, hogy könnyedén áttedd ezeken a dolgokon magadat. A te horoszkópodban a Vénusz bolygó az indiai számítás szerint a Szkorpión jegyében van. Vénusz bolygó mutatja a te nőiességedet, azt is, hogy éled át a szerelmi kapcsolatokat. A Szkorpión jegyénél a víz eleme hat, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Itt a Szkorpión jegyénél vannak ezek a megújulások. Kilépni a negatív érzelmekből, mint például félelmek, és belépni a pozitív érzelmekbe, mint például bizalom, erő, megbízás vagy szeretet, és így tudod belül erősíteni magadat. A Szkorpión energiája kihat a szexuális kapcsolatokra is, mert ez a téma az a Szkorpión jegyére utal, tehát te, mint egy hölgy, a te fellépésed, akár akarod vagy sem, megvan ez a kisugárzásod. A férfiak érzik ezt. Hamarosan, szeptember végén, augusztus elején, ettől az időponttól kezdve, itt a Szkorpión jegyében fog Kétú mozogni 2022 tavaszáig. Tehát elég hosszan tart ez a hatás. Ez a Kétú nem más, mint a lefele mozgó holdcsomó, egy kármikus csomó, és mutat a múltra. Arra is, hogy mit éltél át a korábbi életedben. Mivel a te horoszkópodban Vénusz bolygó a Szkorpión jegyében van, te ezeket a kármikus témákat 2022-ig a szerelmi élet területén éled át, és jönnek az emlékek, mert itt a múltról van szó. A felfele mozgó holdcsomó hamarosan a Bika jegyében lesz, és hat 2022 tavaszáig, és mivel a te horoszkópodban ez a felfele mozgó holdcsomó szintén a Bika jegyében van, és a holdad is a Bika jegyében van, itt lesz egy új kezdet, és ez a szerelmi élet területén. Hat a Bika jegye is, az mutatja a tetteket, mert a Bika jegye a föld eleméhez tartozik, és ezek a reális dolgok. A Bika jegye élvezi az életet és a nyugalmat, és kihat az értékekre, nem csak a vagyoni dolgokra, hanem a belső értékekre is. Ez a kármikus párkapcsolat, ami most kialakul nálad, az neked értékes lesz, az neki értékes lesz, az mindkettőtöknek értékes lesz. Nálad úgy van, hogy a te horoszkópodban a Ráhú, ez a felfele mozgó holdcsomó a Bika jegyében található, mint mondtam, a holdat is, az utal anyai témákra is, és ez a sors út, a Bika jegye, ez egy életút, amit a te lelked kiválasztott, de még nem ismer. Ő a te lelki társad
mutatja számodra, oda kettőtök számára ezt az utat, meg lesz arra a lehetőség, hogy legyen egy közös jövőtök. Nálad a te horoszkópodban a lefele mozgó hold csomó, Kétú a Szkorpión jegyében van, és most visszatér ez a holdcsomó szintén a Szkorpión jegyében. Ez egy életút, amit te ismersz, mert a Szkorpión jegyénél a múltról van szó. Ezen az életúton már jártál. Most áttérnék az ő horoszkópjára. Nála a hold a hasta holdházban található. A hold az kihat az ő érzelmeire, mert szimbolizálja az érzelmeket, a vágyakat, a reményeket, az álmokat. A haszta holdház az lefordítva egy kezet jelent. Kezébe kell, hogy vegye a dolgokat. Ez a holdház, ez a hasta holdház Vindemiatrix csillag hatása alatt áll. Vindemiatrix az a görög és a római mitológiából ismert, mégpedig a bor istennője, és mutatja az élet örömöt, a táncot, a zenét, a vidámságot. Neki erre szüksége van, mert ő ezt belülről így érzi. Az ő horoszkópjában a hold és egy visszatekintő Merkur bolygó egy úgynevezett trigón kapcsolatban áll a víz elemében, ahol érzelmekről van szó. Ő nyitott arra, hogy érzelmekről beszéljen, hogy kimutassa az érzelmeit, de mivel Merkur bolygó visszatekintő, itt a múltjáról van szó. Ha ő zárkózott, akkor nem az ő saját érzelmeit éli, hanem vannak nála ilyen anyai témák, és emiatt belülről bizonytalan, vagy vannak félelmei, ezen át kell, hogy tegye magát. Megvan hozzá az ereje, mert az ő horoszkópjában a Mars bolygó, ami a tettekre utal, és az ő férfiasságára, az az oroszlán jegyében van a Makha holdházban. A Makha holdház Regulus csillag hatása alatt áll. Regulus csillag az a királyoknak, császároknak, az uralkodóknak a csillaga. Ő érzi ezt a belső erőt, és ő uralkodni akar a saját élete felett. Előfordulhat, hogy uralkodni akar mások felett is. Az ő horoszkópjában a Vénusz bolygó az nőies. Mutatja az ő lelki társát. Milyen legyen az ő társnője? Mire vár, mit vár el egy hölgytől? Azt az ikrek jegye mutatja. A könnyűséget, ezt a játszadozást. Azt is, hogy legyen közös téma. Jó beszélgetések. Nálad a te horoszkópodban a holdad a határon van a bika jegye és az ikrek jegye között. Ha te ezt az energiát mutatod, az ikrek jegyét, ezt a könnyűséget, ezt a játszadozást, vagy az intelligenciádat, ez számára fontos. Ez, amit ő értékel. Azon kívül az ikrek jegye az mindig mozgásban van, és te tudod őt irányítani, vagy lelkesíteni, hogy közösen valamit átéljetek, vagy közösen tervezzetek valamit. Az Ardra holdház hat az ő Vénusz bolygójára, az ikrek jegyében. Ez a holdház, ez mutatja ezt a
fiatalságot, a jó ötleteket, ezt a játszadozást, azt is, hogy nem kell mindig mindent olyan szigorúan venni, hanem sokszor nevetni bizonyos dolgok felett. Az ő horoszkópjában a Mars bolygó és egy visszatekintő Jupiter bolygó egy trigon kapcsolatban áll, a tűz elemében, az mutatja az ő erejét, az ő bátorságát, a szerencsét is, mivel Jupiter bolygó visszatekintő, nála így a múltról is szó van. Én úgy mondanám, hogy a múltban, mert erre utal ez a visszatekintő Jupiter energia, gyakran igazságtalanságokat élt át, de mivel itt ez a trigon kapcsolat szerencsét hoz neki, így a könnyedén túlteszi ezeken a dolgokon magát, vagy az élet segít neki, és ő megkapja az igazságot, vagy kiderül a valóság. Az ő horoszkópjában Szaturnusz bolygó a bika jegyében van. Szaturnusz bolygó az a sors utunknak a bolygója, és Szaturnusz hatása alatt mindig sorsdöntő változások vannak, vagy sorsdöntő kapcsolatok, döntések, és mivel Rahu, ez a felfele mozgó holdcsomó a napokban áttér a bika jegyében, és hat 2022 tavaszáig itt nála lesznek sorsdöntő változások. Ő le fog zárni valamit, és kezd veled egy új életet. Lesz egy közös életút. Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak még nehézségek. A bika jegyében ez lehet az anyagi dolgokat illetően. Ezt neki rendezni kell, de itt lesznek változások. Nála az ő horoszkópjában Ráhú, a felfele mozgó holdcsomó, az a bak jegyében van, és itt a bak jegyében mozog jelenleg Szaturnusz bolygó, a sors bolygója. Szaturnusz bolygónál mindig vannak kármikus témák, és mindig tanulunk valamit. Mivel nálad a nap szintén a bak jegyében van, mint nála a felfele mozgó holdcsomó szintén a bak jegyében, itt van köztetek egy kármikus kapcsolat. És mivel Szaturnusz bolygó jelenleg itt mozog, itt lesznek változások. Erre számíthatsz idén, vagy jövőre, mert Szaturnusz bolygó hat rátok jövőre is. Lesznek sorsdöntő változások, fordulatok, döntések. És ez a Szaturnusz hatás, ezek a kármikus témák az, ami kettőtöket összeköt, és ez arra utal, hogy kettőtök között van egy lelki kapcsolat. És most megnézzük ezt a jóslást. Az ő jelenlegi helyzetét itt ez a kártya mutatja. A négyes szám arra utal, hogy számára fontos a biztonság érzete. De minden úgy nyugszik jelen pillanatban, ő nem akar jelen pillanatban döntéseket hozni. Lehet, hogy fél ezektől a változásoktól, hogy minden nyugszik, mint ebben a kriptában, nem történik semmi, nem mennek előre a dolgok, holott neki van egy elképzelése, és ezt mutatja itt az ablakon ez a szív. Ez az a kép, amiben ő hisz, amiről álmodozik. Neki megvannak ezek a vágyai, neki megvannak ezek a reményei egy boldog párkapcsolatban élni veled együtt, de nem tesz érte semmit. Vannak tervei, ezt mutatja itt ez a kép,
A 8-as szám az mindig ilyen húzavonát jelent. Semmi nem megy előre, és ő keres egy kiútat. De mielőtt ezt a kiútat megtalálja, le kell itt zárnia valamit. Itt a kelyhek láthatóak, itt érzelmekről van szó. Nagyon sok fájdalom. Ez a múltjára utal. Le kell, hogy zárja a múltját. Mi áll jelen pillanatban a középpontban nála? Itt az érmék adják meg a választ. Az utal az anyagi dolgokra, az utal a munkájára is. De ez a kártya jelent még valamit. A 2-es szám az egy párkapcsolat. Te és ő. De nincs meg nála ez a belső egyensúly. Neki most még nyugalomra van szüksége, addig, amíg ezt a belső egyensúlyt megtalálja, és azután fog döntéseket hozni. Az érmék jelentik az értékeket, a belső értékeket is, és te értékes vagy számára. Azt is jelenti, hogy itt reális dolgokról lesz szó, ő ezt megvalósítja, amiről itt álmodozik, veled együtt élni egy boldog párkapcsolatban. Miért tudja ezt megvalósítani? Mert itt az érmék mutatják a föld elemét. És a föld eleme azok a tettek, a reális dolgok. Van az életében egy másik hölgy, és hogyan hat rá, vagy ki befolyásolja őt? Itt ennél a kártyánál az 5-ös szám azt mutatja, igen, vannak a környezetében mások, akik megpróbálnak hatni rá, vagy befolyásolják őt. Ezek kihívások, de érzi ezt a győzelmet. Nem hagyja azt, hogy mások beleszóljanak az életébe. És ki ez a hölgy, vagy mi a kapcsolata ezzel a hölgyel? Ez a 2 kártya adja meg rá a választ. Itt ennél a kártyánál látjuk a 4-es számot, ennél a hölgynél fontos a biztonság érzete. Nem csak az anyagiakat illetően, hanem ami az érzéseket illeti, mert a kelyhek mutatják a víz elemét, az érzéseket. De akármit ő átnyújt, akárhogy közeledik hozzá, ez a hölgy nem is néz oda, figyelembe sem veszi, hanem nagyon zárkózott. Az is lehet, hogy várakozik, mert ez az érem a föld elemével áll összeköttetésben, és a föld eleme nem sieti el a dolgokat, hanem utal a türelemre. Ő várakozik arra, mikor van az a pillanat, amikor okos döntéseket tud hozni, és az anyagiakat is rendbe tudja tenni. És mi változik nála? Ez a szív mutatja a fájdalmakat, a könnyeket. Nála kell egy szívgyógyulás, és te hozod számára ezt a gyógyulást, mert ő közeledik hozzád. Itt te vagy a középpontban, mint ez a nap, ez a te kisugárzásod, és ez a gyermek mutatja az ártatlanságodat. Amíg köztetek kialakul egy tartós párkapcsolat, amíg téged mutat a nyilvánosságon, és minden látható, ez eltarthat jövő év közepéig, és jövőre a nyár folyamán lesz itt egy új kezdet, egy új irány. Az is előfordulhat, hogy addigra összeköltöztök. Hogy áll hozzád, hogy tekint rád, azt mutatja itt a kártya, ő kezébe veszi a dolgokat, ügyel az értékekre,
azt is elvárja, hogy vedd a kezedbe ezt az arany érmét, ami az értékekre utal. Nem csak az anyagiakra, hanem a belső értékekre is. Te értékes vagy számára. De ő szeretné, ha te ennek a tudatában lennél. És itt kinyílik egy kapu, egy lehetőség kettőtök számára, és ez nem az álmodozás, hanem a tettek, mert az érmék a föld elemét szimbolizálják, és azok a reális dolgok. Mit tudsz te tenni annak érdekében, hogy javuljon köztetek a helyzet? Vedd kezedbe ezt a botot, ez a bot szimbolizálja a tűz elemét. A lelkesedést. Mutass számára egy utat, ami mindkettőtöket lelkesít, és tudtok valamit közösen tenni. És hova vezet ez a kapcsolat? Itt van egy eskü. Ez a főpap nem csak esküszik arra, hogy kettőtök között van egy kármikus kapcsolat, ő a te lelki társad, hanem arra is esküszik, hogy ti egy komoly párkapcsolatba léptek, vagy lesz köztetek egy házasság. Itt meg van írva a sors könyvében. Én megkérdezem most az Ingát. Szeret ő téged? Lesz ebből egy komoly párkapcsolat? Igen, nem, vagy talán. Ha az Inga jobbra fordul ki, akkor igen, ebből lesz egy komoly párkapcsolat. Ő szeret téged. Ha az Inga balra fordul ki, akkor ebből nem lesz semmi. Ha az Inga megáll, akkor megállnak az események, és minden olyan bizonytalan. Először még állt az Inga, ő nem fogja elsietni a dolgokat, mint ahogy ez a kártya mutatja itt, viszont egy pár hónap múlva közeledik hozzád, lesznek közös tervek, és ami fontos, egy közös jövő, mert ő szeret téged. Kedves megtisztulás, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!